Az Adorjáni Vajda István 2008 óta foglalkozik sertések nevelésével. Jelenleg 45 kocája van, és közel 80 malacot nevel. Az idei aszály az ő gazdaságát is érintette, hiszen az általa betakarított takarmány nem fedezi a jószágok szükségleteit. A sertéstenyékre nézve ez katasztrofális helyzet. Még most mindig belefelé megyünk a problémába, mert ugye fogy a takarmány, jön a tavasz, a befektetések, a magot elfogynak, úgyhogy most is már a második tonna kész takarmányt veszem, amivel egy kicsit elősegítem, hogy ne fogjon annyi takarmány a sajátomból. Ez már én nekem egy mínusz. Szabó Józsefék is malacokat nevelnek és értékesítenek. Jelenleg 50 anyakocát és több mint 100 kis malacot nevelnek. Gazdaságuk bővítését tervezték, de erre most nincs lehetőségük. Per pillanat most egy kicsit megmozdult az ára, de már most egész éven keresztül nagyon gyenge ára volt neki. Úgyhogy mi is terveztünk bővítést, itten felépítettünk egy új épületet, ami 3 éve már most üresen áll. A berendezést meghoztuk Németországból, itt áll, beszerelésre vár, de hát megálltunk, és majd úgy is arrafelé kacsingatunk, hogy ezzel megelégszünk, ami van. A községben is tapasztalható, hogy többen felszámolták a gazdaságukat. Az állattenyésztők nem tudnak lépést tartani a megemelkedett árakkal és az alacsony felvásárlási árakkal. Nagyon nagy gond ez, hogy az állam nem ismerte el területünket, mint katasztrófa sújtott terület, mert nagyon-nagyon komolyan. Itt 90-95%-ban megsemmisült a kukoricatermés, ami a fő abraktakarmányt jelenti a jószágoknál. A jószágtartók a közelgő ünnepek miatt nagyobb keresletben bíznak.